Hello mindenkinek, kora reggel van, és úgy gondoltam, hogy akkor most megragadom az alkalmat, és megcsinálom nektek. Bizony. És megcsinálom nektek a tavaszi reggeli bőrápolási rutinomat. Megmostam az arcom a porrítónak a alacsony pH-s teafás zselés állagú arctisztítójával. És akkor, amit eddig már feltettem, mert azért ennek 15 percet minimum fent kell lenni, és ugye most sietek, mert megyünk sétálni a gyerekkel, mert gyönyörű az idő, meg vásárolni is kell, mindegy. Úgyhogy amit már feltettem a szemem alá, az a Cosrx-nek a csiganyálas szem alatti, hát végül is zselés szemmaszk. Nevezzük annak. Úgyhogy ezt majd mindjárt le is veszem. Előtte egyébként amit szoktam, az az aloe verás arcpermetem. Ebből jó sokat szoktam. Tavasszal nekem mondjuk mindig, tudjátok, hogy vízhiányos a bőröm, tehát nekem mindig számít, hogy sok... hogy sok nedvességet vigyek be, sok vizet, hidratálást vigyek be az arcba. Tehát nekem ez nagyon fontos. Ha nem az aloe verásat használom, akkor pedig a niacinamide-os B3 vitaminos arcpermetemet szoktam. Én inkább permetezek. Tudjátok, hogy nagyon szeretem permeteket, mert ez egyébként nem az, ami az üvegben van, hanem, de be fogom nektek linkelni, hanem egy sima aloe verás tonikot szoktam venni, aminek nagyon magas és a legjobb aloe verás tonik amúgy. Már 5 éve biztos, hogy folyamatosan újra veszem. És akkor azt töltöm bele, mert ennek nagyon-nagyon jó a fújókája, tehát nagyon sokat visz fel. A niacinamide-os az egy finomabb permetező, az nem visz fel annyi terméket, mondjuk a niacinamide-ból nem is kell annyi, mint mondjuk az aloe verásból. Néha folyik az arcomon az aloe verásból, amit viszek fel amúgy. Leveszem most már a szem alatti. Látjátok, ez csak ez a zselés, már mutattam nektek egyébként, de akkor most megmutatom. Most csak ezeket a piciket raktam fel, egyébként van ebbe a rendes, nagy, félkör alakú. Csak ezeket is el akarom használni, mert nem tudom miért, 2 méret van benne. És a következő tonik, amit fel fogok vinni, az pedig a pantenolos tonikom. 5% pantenol van benne egyébként. Meg peptidek vannak még benne, úgyhogy ezt a hasamra is fel szoktam vinni, mert ugye nekem már azért ott lóg a bőr, ami kinyúlt a terhesség során. A Laneige Sleeping Maskját viszem az ajkaimra. Ebből mindig jó sokat este, reggel. A csiganyálam lesz, egyébként már nagyon az alján tartok, úgyhogy már itt van az új. Ez mindig van itthon, és legyen is. Tehát aloe vera csiganyál mindig kell, főleg, hogy jön a nyár, és a napégésre úgy is kell a csiganyál. Mostanában a Veg Green-től használom ezt a peptides, úgymond csiganyál, de nem csiganyál, ezt már csináltam nektek videót, hogy ez a vegetáriánus változata, vagyis a vegán változata. És ebből csak 2 pompálást viszek fel. Ha nem megyek ki a házból, se az udvarra, se sehová, ami amúgy általában nem nagyon történik meg, akkor csak ezt a csiganyálas arckrémet használom a Secret Key-től. Ez egy nagyon laza állagú, nagyon-nagyon jó, főleg olajos bőrűeknek nagyon ajánlom ezt az arckrémet, eszméletlenül jó. A szemkrémet azért nem mutatom, mert azt tudjátok, lent tartom a hűtőbe. De belinkelem nektek, melyik az a zöldteás, fémgolyós, többször egyébként mutattam videóban, hogy az mindig lent van nekem a hűtőbe, tehát azt lent már felvittem reggeli közbe. Azt mindig akkor szoktam. És végül is már csak az utolsó lépésnél tartok, amikor is mostanában elkezdtem használni, amióta megkaptam ezt a
A helymistől... Nem tudom, nem hiszem, hogy nagyon jól látszik, de a helymistől kaptam ezt a fényes, egyébként sminkes bázist. Tehát sminkelés előtti, de 50 faktoros. És ugye fényes hatású, ragyogásfokozó, úgyhogy ezt szoktam felvinni, ugye ezt viszem fel a három ujjamra, de szerintem van nap teljes videóm. Van nap teljes videóm, és akkor abban meg tudjátok nézni, hogy mennyit kell felvinni, miért annyit, ilyesmit. Tehát ez fényes. És emlékeztek rá, mondtam nektek, én nem szeretem sminkelés alatt, ha az egész arcom fényes, úgyhogy én ezt sminkes bázisnak nem. Viszont elkezdtem használni csak azért, hogy legyen egy kis ragyogás az arcomon, igaz, hogy borzasztó pattanásos vagyok. Segítsek? Tessék, kisfiam. Mindjárt. De ettől függetlenül, így, hogy nem sminkelem ki magam, nagyon szeretem. Jól néz ki, hogy ilyen fényes. Nem tudom, visszaadja a videó. Nekem tetszik. Nekem tetszik, hogy ilyen fényes amúgy. Meg kellemes a használata. Tehát gazdag, de nem nagyon gazdag. Úgyhogy most naptejek helyett. Ez is naptej, de azért másfajta, mint amúgy a másik kettő, amit szoktam használni. Azért megmutatom ezeket is, mert felváltva használom. Két fajtát szoktam használni. A bőröm mikor mit érez, attól függ. Ez olajos kombinált bőrnek jobb, ez az naptej. Tehát ha gazdagabb arckrém van alatta, akkor például ezt viszem fel. Ha nem vittem fel egyáltalán arckrémet, vagy nem volt időm csak a tonik, eszencia lépésekre, mondjuk egy gazdagabb szérumot se vittem fel, vagy csak egyszerűen jobban szárazabbnak érzem a bőröm, akkor pedig imádom ezt a egyébként gazdag, de könnyed, laza állagú naptejet. De mondom, mindent be fogok linkelni, szóval egyébként ezt a kettőt használtam, addig, amíg ezt most nem küldték ki. De ez nekem most nagyon tetszik, hogy ilyen fényes. És nem sminkelek rá. Remélem, hogy akkor jó volt nektek, vagy hasznos ez a videó is, mert többen kérdeztétek, hogy most jelenleg milyen termékeket használok. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, kozzatok fel ide a YouTube csatornámra még több videóért, kövessetek Facebookon és Instagramon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!